Sziasztok! Ebben a videóban a hajószállító tréler karbantartásáról, esetleges napi ellenőrzéséről, illetve mondjuk fél éves, éves ellenőrzéseiről ejtek szót. Hiszen ez nagyon-nagyon fontos, nem csak a horgászat fontos, hanem az odavezető út is számunkra. Hogyha van egy hajószállító trélerünk, de ez lehet egy egyszerű futó is, annak nagyon-nagyon sok hiba lehetősége tud lenni. Na nézzük is ezeket a dolgokat. Hát az ugye alapvető számunkra, hogy van hátul egy világításunk, illetve van itt is egy fehér fényünk, egy előremutató fehér fényünk. Ezt minden út előtt úgymond le kell csekkolnunk. Hát a csatlakozókról beszélhetünk. A levető, a hátulja, mint nekem is, a lámpa levető, akkor ugye azt le tudjuk venni egy csatlakozóval, ott megint egy hibaforrás, illetve ahogy a autónkra rácsatlakozunk, az is egy hibaforrás tud lenni, így ez is egy ellenőrizendő dolog. Hát az a legegyszerűbb karbantartás, ha néha azzal a bizonyos VD40-nel picikét befújjuk. Ez az egyik pont, ami szerintem nagyon-nagyon fontos. Kezdjük a legfontosabbal talán, csatlakozása az autóhoz. Itt van több pont, ami a hajószállítónál ellenőrizendő. Az egyik az ilyen pont, az maga esetleg a csörlő. Van egy biztosító láncunk, ami jó, ha egyébként rozsdamentes, hiszen ez nagyon hosszú élettartamot biztosít. Ez, hogyha láncszemek, vagy bármilyen csatlakozással látjuk ezt el, tehát ezek a dolgok nincsenek megkapva, akkor óriási probléma nem lehet. A csörlő, hogyha hevederes a csörlőnk, akkor megnézzük annak az állapotát, magát a kampót, esetleg a hajó orrán a beakasztó szemet. Ezt mind-mind lecsekkoljuk, akkor már nagyjából ott nem lehet probléma. Haladunk előre, ugye említettem a csatlakozót, ezt már lecsekkoltuk. Van egy ilyen biztosító húzal, ami, hogyha ráfutó fékes a utánfutónk, akkor még ez egy biztosítást is ad, hiszen hogyha ez leoldaná a futónk, akkor automatikusan be fog fékezni utánunk, még fék nélküli utánfutó az szabadon száguldana, de éppen ezért fontos, hogy tudjuk, hogy hogy működik egy ilyen. Csatlakozás. Hát itt az utánfutót csatlakozunk. A csatlakozó fej, jobban mondva. Ezt, hogyha elkezdem emelni, emelném a hátulját az autónak, de itt szépen letekerem róla, már le is jött. Mivel nincs ki ékelve, így gurulna szegény hátra. Egy picit most cselezek így. Van egy pici lejtése mára. Szépen beakasztom, és nem kell hozzányúlni, semmit nem kell tennünk, hogyha úgy adódik, hogy rá akarjuk akasztani, akkor szépen engedjük rá, és rá fog kattanni. Mielőtt azonban még rákattantanám, felhívnám a figyelmet, hogy itt az oldalán van egy jelzés, az, ami nem véletlenül van kitalálva, sokan ezt sem tudják egyébként. Van egy piros, hosszabb piros, egy keresztel. Ez azt jelenti, hogy nincs felakasztva a futón. Szépen engedem rá, hallatszik ez az éles kattanás, és már is átment ez a jel, szépen a zöld plusz jelbe. Ez azt jelenti, hogy rendben vagyunk, felakadta. Utánfutónk, szorosra föltekerem ezt a lábat, ez is nagyon-nagyon fontos dolog. Meglazítjuk, szépen fölhúzzuk, vagy
akár el is tehetjük egyébként ezt a lábat, ha nincs rá szükségünk. Ezt is jól meghúzzuk. De ajánlatos, ezt még leellenőrizni, ha megemeljük egy picit a gépjárművet, amivel vontatjuk, akkor már nagy probléma nem lehet. Nincs más hátla, mint szépen elektromosságot rácsatlakoztatjuk, és már mehetünk is. Van még egy piros jel itt, amire még felhívom a figyelmet. Tehát van ez a piros áthúzott keresztel, egy zöld plusz jellel, és előtte van egy piros mínusz jellel. Ha oda elér ez a kis nyílunk, az annyit jelent, hogy a gömbfejünk már kopott. Akkor általában ez a fejrész szokott elkopni, de az is megeshet, hogy a vontató fejünk kopott már. Ezt, hogyha másik autóra rárakjuk, akkor egyből látni fogjuk, hogy melyik a ludas. Ha zöld jelben marad, akkor egyértelműen, hogy az autón, de én mondom, ez a kevésbé gyakori eset. Úgyhogy itt, mivel szépen benne vagyunk a zöldbe, így akár megkezdhetném a lámpa ellenőrzés után a vontatást. Talán ez a napi rutin, ami szükséges, mert az, hogy le legyen rögzítve a hajó, vagy a rakomány, ha éppen egy utántófutóról van szó, a futóhoz, vagy a hajószállítóhoz tökéletesen. Én azt mondom mindig, hogy a három pont a tökéletes, tehát én úgy szoktam, hogy lerögzítem elől, illetve a hátsó két sarkát egy gyors zárdas csatlakozóval. Ez a három pont biztosíték arra, hogy nem fog egyik se menet közben úgymond laza lenni, és rángatózni, és esetleg tovább lazulni. És minél, ha háromtól több ponton rögzítünk valamit, akkor a negyedik, vagy ötödik, vagy ki tudja, hanyadik, mindig lehet, hogy lazulni fog, tehát megfeszül egy, kettő, három, a negyedik akkor azzal lazulni fog. Ott már probléma lehet, ezért jó a három pontos, vagy legjobb a három pontos rögzítés. Menjünk vissza a kerékre, mert az egy nagyon fontos dolog. Itt vagyok a keréknél. Hát ez azt hinnék, hogy hát jó, a gumit azért megnézzük. Néha én direkt C-s gumit raktam rá, ami teherautó, keményebb falu gumit jelent, drágább, de szerintem sokkal jobb, főleg ha ilyen pont határon lévő súlyú hajónk van, mint nekem is, hogy éppen csak beleférek a 750 kg-os súlyba. Ha meg esetleg egy ráfutó fékes nehezebb futónk van, akkor én javaslom ezt a C-s gumit okvetlenül. Nézzük, hogy mit kell itt lecsekkolnunk. Hát ugye ezt nem mondom, hogy az anyákat esetleg mondjuk szemrevételezéssel tekintsük meg, de hogyha fölrakjuk ezt a kereket, és utána mondjuk egy 50 km után leellenőrizzük, és ha jól raktuk föl, akkor ezzel problémánk egyébként nem lehet. Ki van találva szépen, kúposan van kialakítva, úgyhogy ilyennel probléma nem lehet, mondom, hogyha rendesen meg van húzva. Mivel lehet akkor a probléma? Hát ez egy torziós, rugós utánfutó, ami nagyon-nagyon jó, nagyon gyönyörűen megy a autó után. Hogyha jól ki van egyensúlyozva, akkor semmi probléma lehet. Na és innen jut még egy nagyon-nagyon fontos dolog eszembe. Az nem véletlenül ki van kitalálva, az a dolog, hogy a vonóhorgon mekkora súlynak kellene lennie. Azért mondom, hogy kellene. Biztos, hogy egy-kettő ember már látott ilyen filmekben, hogy becsóválódik az utánfutó, vagy esetleg, lehet, hogy volt már olyan, akinek ez már megtörtént. Ezt nagyon egyszerűen el lehet kerülni, ugyanis, hogyha ez a tengelyt ugye lehet előrébb-hátrább tolni, ezt egy
normál állapotban, hogyha beállítjuk, ha még egy rögzített akkumulátorunk is van, vagy bármi üzemanyagunk, ami belső tankos, mint nálam is, akkor egy normál állapotban lényeg, hogy legyen súly elől, mondjuk én olyan 10-15 kg-ot szoktam úgy belőni, hogy annyi legyen elől a vonóhorgomon. Hogyha elől van a súly, akkor nem fog becsóválni, ha viszont ide túlsúlyt akunk, tehát hátul van a plusz súlyunk, akkor tud előfordulni az, hogy szépen elkezd csóválni, és nem bírjuk kihúzni, és akkor az egész autót berángathatja, és akár beleránt egy másik autóba, vagy éppen a zárokba bennünket. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos szempont. Akkor nézzük ezt a kereket, hogy mit kell még megnézni, mert ez egy nagyon-nagyon fontos dolog szintén. Nem véletlenül készítettem már ide elő az emelőmet, elkezdem szépen emelni ezt a futót. Hát most, mivel rá van csatlakoztatva az autóra ez a futó, az autó meg le van fékezve, így nincs esély arra, hogy elgoruljon. Természetesen, ha simán áll, akkor ki kell lékelnünk ezt a futót, és akkor szépen megemeljük. Egészen addig kell emelnünk ezt a futónak az egyik, illetve a másik oldalát is, amíg el nem emelkedik a kerék, és súrlódás nélkül el nem kezd forogni. Ha elfordul, akkor megforgatjuk, és hát örömre szorgál, hogy ennek egy szemhangja nincsen, ami annyit jelent, hogy minden rendben van, ugyanis ezzel ellenőrizzük a csapágyunkat. Megnyugtathatok mindenkit, hogy olyan futó van csak, főleg, hogyha egy hajószállító trélet használunk, amit ez a vízbetre rakjuk a hajónkat, amin még nem mentek tönkre, még a csapágya. Éppen ezért én nekem mindig van egy pót kerékagyam, ami egy egyszerű dolog, viszonylag nem is drága. Ezt, hogyha azt hiszem egy 36-os kulcsa, levesszük a kereket, egy 36-os kulcs rögzíti, ezt levehetjük, és utána már csak ebbe a rossz kerékagyból kivesszük a csapágyat cseréltetünk, szimeringet, és már is megvan az újabb tartalékunk, úgyhogy ezt javaslom mindenkinek, hogy egy ilyet szerezzen be pótlásnak, sok kellemetlenségtől tudjuk megkímélni magunkat. Nagyjából ennyi, hogyha ezeket betartjuk, esetleg a heggesztéseket átnézzük néha, hogyha letettük a hajónkat, vagy hogyha görgős, akkor a görgőket, párnafát, hogyha párnafás, hogy milyen állapotban van, ha problémás, akkor azt is érdemes átnézni. Illetve talán még meg kell említeni a keréknyomást. Hát ennyi lett volna a mai szösszenet. Mindenki nézze át a futóját, mielőtt útnak indul. A lámpát az feltétlenül fél évente, évente meg érdemes ezt a kerékcsapágyat átnézni. Köszönöm szépen, hogy ismét megnézted videómat. Ha nem iratkoztál volna még föl, kérlek, iratkozz föl csatornámra, vagy nézd meg más régebbi videómat is. Ne feledd el, találkozunk jövő héten szerdán 20:30-kor. Sziasztok!